Az oknyomozó újságírók nemzetközi konzorciuma az átláthatóság követelményére hivatkozva elérhetővé tette az offshore botrány középpontjában álló Panama-iratokat. A Mossack Fonseca panamai székhelyi ügyvédi iroda üzleti iratait ismeretlen források szivárogtatták ki. A dokumentumok olyan titkos offshore cégek hálóját leplezték le, amelyek állítólag egész vagyonok bujtatását, adókerülését és pénzmosását végezték. Több száz gazdag és politikai befolyással rendelkező személy került gyanúba. Lemondásra kényszerült az izlandi kormányfő, gyanúba kerültek a kínai elnök családtagjai és még sokan mások. Az ügynek szerbiai vonatkozása is lehet, mivel a 214 ezer nyilvánosságra hozott cég között egyeseket Szerbiához lehet kötni. A dokumentumokban 54 ilyen név szerepel. A panamázás manapság nem csak kifejezetten a közép-amerikai országhoz köthető mivel hasonló pénzügyi kiskapukat több tucat ország kínál. Ilyenek a Seychelles szigetek, a Brit Virgin szigetek, vagy a korábbi években Ciprus. Maga a jelenség még a Panama csatorna építésének idejéből származik, amikor több ország nagy mennyiségű pénzt fordított a nemzetközi hajózási útvonalak megrövidítése érdekében a mesterséges vízi út kiépítésére. A munkálatokban nagy számú ember halt meg trópusi betegségekben, míg egyes kivitelezők és alvállalkozók kihasználva a helyzetet nagy mennyiségű pénzre tettek szert. A panamázás így került a köztudatba, mint alapvetően törvényes és hasznos üzleti tevékenység, amelyet egyes emberek saját anyagi haszonszerzésre használnak fel.